Függvények alkalmazása, gyakorlás. Hordó térfogata. Egy hordó térfogatát az itt látható közelítő képlettel határozhatjuk meg. Kisd-vel jelöltük az alap, illetve a fedőkör átmérőjét, nagy D-vel a legnagyobb kör átmérőjét, H-val pedig a hordó magasságát. Írjunk programot, amely bekéri a felhasználótól ezeket az adatokat, majd meghatározza a térfogatot. Indítsuk el a Visual Studio-t, és hozzunk létre egy projektet hordó néven. Az űrlapra tegyünk fel 4 címkét, egy parancsgombot és 3 szövegdobozt. Rendezzük el az elemeket. A 4. címkét a térfogat kiírásához fogjuk felhasználni, az 3 címkével pedig feliratozzuk a szövegdobozokat. Az 1. címkére írjunk kisdét, a 2. nagy D-t, a 3. pedig kis H-t. Mivel a Visual Basic az azonosítókban nem különbözteti meg egymástól a kisbetűket és a nagybetűket, ezért a szövegdobozoknál kiírjuk a jelzőket. Az 1. szövegdoboz azonosítója legyen kis D, be, a beolvasáshoz fogjuk használni, a 2. nagy D, be, a 3. pedig H, be. Kattintsunk duplán a parancsgombra. Deklaráljuk az adatoknak megfelelő változókat. Kis D, nagy D, H, és a térfogathoz V. Mivel ezek lehetnek törzszámok is, single típust alkalmazunk. Mivel a szövegdobozok azonosítója sem egyezhet meg a változókéval, ezért a szövegdobozok azonosítóit a változóknak megfelelően, de a B szócskával egészítettük ki. A változók azonosítóiból elhagytuk a B szócskát. Végezzük el az adatok beolvasását. Vegyük észre, hogy a szövegdobozok és a nekik megfelelő változók azonosítóinak összehangolásával szemléletessé tettük a forráskódot, kiküszöböltük a hiba lehetőségeket. A térfogat meghatározásához áthelyezem az ablakot, hogy lássam a képletet. V egyenlő 0,209. Ne felejtsük el, hogy a forráskódban tizedes pontot kell használni. A matematikával ellentétben a szorzás jeleket is mindig kötelező kiírni. Szorozva H-val, szorozva, zárójel, kétszer, nagy D a négyzeten, plusz nagy D szer kis D, plusz 0,75 ismét tizedes pont, szorozva kis D a négyzeten. Zárójel bezárva. Ellenőrizzük még egyszer a képletet. Ha minden jónak tűnik, következhet a kiírás. Próbáljuk ki a programot.
Számoljunk például deciméterben, így az eredmény köbdeciméterben, azaz literben kapjuk meg. Legyen a kis d 8,3 köbdeciméter. Vigyázat, a bevitelnél tizedes vesszőt használ. A nagy d 9,8 köbdeciméter, a h pedig 11. Így a térfogat 747,4 liter. Ugye tudod, hogy ez hány hektoliter? Számolj utána, ellenőrizd a programot. Lásd el megfelelő feliratokkal az eredményt, a parancsgombot és az ablak címsorát is. Módosítsuk a programot úgy, hogy az eredményt egy tizedes pontossággal jelenítse meg. A módosítás előtt be kell zárni. A kiírásnál a kerekítés függvényt használjuk, amely a MAT osztály metódusa. A térfogat után megadjuk az igényelt tizedes jegyek számát. Futtassuk a programot. A kis d 8,3, a nagy d 9,8, a h pedig 11. Az eredmény kerekítve egy tizedes pontossággal kaptuk meg. Bezárom a programot és a projektet is. A héron képlet. Bizonyára tudod, hogy egy háromszög területét az alapszor magasság per 2 képlettel lehet meghatározni. Ha a magasság helyett az oldalak A, B, C hosszát ismerjük, akkor a héron képletet használhatjuk, ahol az S az oldalak összegének, tehát a kerületnek a fele. Írjunk programot, amely beolvassa az oldalak hosszát, és meghatározza a háromszög területét. Készítsünk egy új projektet Héron néven. Szükségünk lesz három szövegdobozra, egy címkére és egy parancsgombra. Elrendezem az elemeket az űrlapon. Kattintsunk duplán a parancsgombra, és deklaráljuk az oldalaknak, illetve a területnek megfelelő változókat. Szükségünk lesz a képletben szereplő S segédváltozóra is. Mindezek felvehetnek tört értéket is, tehát single típust alkalmazunk. Átrendezem az ablakot, hogy lássam a képletet. Először beolvassuk az adatokat. Majd meghatározzuk az S értékét. Mivel nem használhatunk tört vonalat, az összeget zárójelbe tesszük. Következik a terület meghatározása. T egyenlő, a négyzetgyökkonáshoz meghívjuk a MAT osztály SQRT metódusát, zárójel, S-szer, zárójel S-A, bezárva, szorozva, újabb zárójel S-B, ez is bezárva, szorozva, zárójel S-C. Ne felejtsük el, a legelső zárójelet se bezárni, a kódszerkesztő egy piros aláhúzással jelzi, hogy még egy zárójelet remél a forráskódban. Az eredményt a címkén jelenítjük meg. Próbáljuk ki. Az oldalak hossza legyen 3, 4 és 5. A terület éppen 6 egység. Ugye könnyen tudod ellenőrizni, hogy ez a helyes érték? Bezárom a programot és a projektet is. Keresd meg a weben, hogy ki volt Héron, akiről a képletet elnevezték. Milyen további érdekes felfedezéseket tett még?
oldjuk meg a tankönyv 47. oldalán az ötös feladatot. A programozási nyelvek által ismert kerekítő függvények általában megadott számú tizedes jegyre, vagy egész számra kerekítenek. Hogyan tudunk kerekíteni az 5 többszöröseire? Vegyük észre, hogyha az adott számot elosztjuk 5-tel, akkor éppen egészre, azaz 0 tizedesre kell kerekítenünk. Így azonban az 5 részét kerekítettük, szorozzuk meg tehát az eredményt 5-tel. Próbáljuk ki néhány értékre. A 36 az 5 többszöröseire kerekítve 35 lenne. Osszuk el a 36-ot 5-tel, a hányados 7,2. Ezt kerekítsük egészre, lesz 7, majd ha megszorozzuk 5-tel, éppen 35-öt kapunk. A 39 az 5 többszöröseire kerekítve 40 lenne. A 39-et elosztjuk 5-tel, az 7,8, egészre kerekítve 8, 8-szor 5 pedig éppen 40. Próbáld ki több különböző értékre is, hogy a módszer jól működik. Így már könnyen meg tudjuk írni a programot. Készítsünk egy új projektet kerekítés néven. Adjunk hozzá az űrlaphoz egy parancsgombot, egy címkét és egy szövegdobozt. Deklaráljunk egy ár nevű változót, legyen single típusú. Beolvassuk az árat, majd az említett képlettel meghatározzuk az új értékét. Vegyük észre, hogy ezzel az utasítással fölülírjuk az eredeti értéket. Ha a továbbiakban még szükségünk lenne rá, akkor a kerekített értékre egy újabb változót használhatnánk. Írjuk ki az eredményt. Futtatom a programot. A 36 kerekített értéke 35, a 39-é pedig 40. Teszteld több különböző számra is a programodat. Bár az egész számokra jól működik, a tört számokkal akad egy kis gondunk. Írjunk be például 22,5-et. Mivel 5-től kezdve fölfelé kerekítünk, ennek az 5 többszöröseire kerekített értéke 25 lenne. Programunk mégis 20-at ír ki. Ennek az az oka, hogy a Visual Basic úgynevezett bankár kerekítést alkalmaz, melynek során a középértéket, az 5-öt a páros szám felé kerekíti. Ez azt jelenti, hogy például a 3,5 kerekített értéke, ahogy megszoktuk, 4. A 4,5 azonban szintén 4. Ez igazságosabb kerekítés, mint amit mi alkalmazunk, mert mi, sok esetet tekintve, többször kerekítünk fölfelé, mint lefelé. Erről részletesebben a könyv webhelyéről letölthető kerekítés felfelé, lefelé vagy tetszés szerint dokumentumban olvashatsz. Lássuk a 22,5 esetét. Módszerünkben elosztjuk 5-tel, így 4,5-et kapunk, amit a Visual Basic lefelé kerekít, így lesz az eredmény 4x5, azaz 20. Szerencsére megszabhatjuk a kerekítés módját. Ehhez egy újabb argumentumot kell beírnunk a rand függvénynek. Leállítom a programot, és ha a nulla után kitesszük a vesszőt, az intelligens súgó jelzi, hogy harmadik argumentumként megadhatjuk a kerekítés módját. Egy speciális értéket kell megadnunk, amely meghatározza a középérték kerekítésének a módját. Az automatikus kódkiegészítő nagy mértékben megkönnyíti a dolgunkat. Elkezdem gépelni, kiválasztom a midpoint rounding argumentumot, lenyomom a pontot,
és már is látom a két lehetséges értéket. A to even a páros szám felé kerekít, ez a bankár kerekítés, mi azonban a nullától távolabbi értékek felé kerekítünk, ezt választjuk. Futtassuk a programot, ellenőrizzük a 22,5-et, most már 25-öt kaptunk. Próbáld ki, hogy az egész számok kerekítése nem változott meg. Sajnos a kerekítéssel kapcsolatban, speciális esetekben további problémák is fellépnek. Ezekről, mint már említettem, a programozási ismeretek kezdő versenyzőknek című kötetben olvashatsz. Az érettségin szerencsére nincsen szükség ezekre a speciális ismeretekre. Elegendő a most bemutatott módon elvégezni a kerekítést.